A topolyai megemlékezés sorozat a Vajhegy keresztjének megkoszorúzásával indult. Emlékmű híján 1943-ig a helyiek itt rótták le kegyeletüket az első világháború áldozatai előtt. Az ottani szegény nép a környékbeli, mert ez mind a két negyed szegényekből állott, az elhunyt áldozataikra úgy emlékeztek meg, hogy adandó alkalmakkal összegyűltek ott a keresztelőbe, elmondtak egy imát, virágot helyeztek el. Ez a hagyomány egészen az 1950-es évekig felmaradt. A megemlékezés részeként a topolyai zsidó temetőben is elhelyeztek koszorúkat az emléktábla tövében. Első ízbe történt meg ilyen, itt Szerbiában, hogy izraelita vallású első világháborús hősökről megemlékeznek. Tudomásunk szerint, lehet, hogy tévedek, de valószínű, hogy Kárpát-medencében első ízben történt ilyen. A színházteremben bemutatták a Hősiesség és Szolgálat, Topolya a nagy háborúban 1914-től 1918-ig című kötetet. A könyv az első világháborúban szolgált és elesett topolyai katonáknak és az őket hazaváró családoknak állít emléket. Az áldozatok mellett fölkutattuk azoknak a névsorát is, akik részt vettek a háborúban és hazatértek, valamint egy monográfia rész is van a könyvnek az elején. Ez 1850-től nagyjából 1920-ig terjedő időszakban vizsgálja meg Topolyának az életét és topolyai embereknek az életét. Több mint 436 nevet találtunk, akik odavesztek az első világháborúban. A kötet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gondozásában jelent meg. A könyv a harmadik kötete a sorozatunknak, amivel szeretnénk az első világháború áldozatairól szólni, adatbázisokat próbálunk közölni az elhunytakról és a túlélőkről, a Topolyánál ugye éppen ez a helyzet, és az a törekvésünk, hogy a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társasággal együttműködve, a helytörténészeket megszólítva, egy-egy települést megszólítva, egy közös munkában próbáljuk meg ezeket a köteteket megjelentetni. Miután elcsendesedtek a 16:30-kor megkondult harangok, a Sarlós Boldogasszony római katolikus templomban felcsendült a magyar himnusz a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ tagjainak előadásában. 6 órától pedig ünnepi szentmisét tartottak a háborúban elhunyt topolyaiakért.